Kedves testvéreim, ünnepi időszakban vagyunk. A két nagy ünnep között, a húsvét és a pünköst között. De igazából az nem is két külön ünnep, hanem igazából az egy dolognak a két részének a megünneplése. Össze kellene kötni legalább a fejünkben a két ünnepet, mert egymáshoz tartoznak, már a kezdettől fogva, már az Ószövetségben megvolt mind a két ünnep, a Páska és a Pünköst. Hogy a Páska ünnepen arra emlékeztek vissza Isten ószövetségi szolgái, hogy Isten hogyan szabadította ki az ő népét Egyiptomból. És a Pünköst napján arra emlékezett Isten ószövetségi népe, hogy miért is szabadította ki őket az Úr Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Arra emlékeztek, hogy az 50. napon a Sínai hegynél Isten megadta nekik a törvényt, két kőtáblára írva. Talán így jobban értjük, hogy a két ünnep egymáshoz tartozik. Egy dolognak a két része. Először kiszabadítja Isten az ő népét a zsarnok rabszolgaságából, és 50 nappal később szövetséget köt velük, hogy Isten legyen a királyuk, hogy az ő útmutatásai szerint éljenek. És akkor áldás lesz rajtuk. És ezt teljesítette be az Úr Jézus a halálával és feltámadásával, illetve a Szentléleknek az elküldésével. A Páskát követő szombat utáni napon föltámadott az Úr Jézus. Ez volt a húsvét. Legyőzte azt a zsarnokot, aki rabszolgaságban tartja az összes embert. Letörte a bűn hatalmát. És a Páska után, a Páskát követő szombat utáni naptól az Ószövetség szerint 50 napot kellett számolni. A húsvét vasárnap az az első nap. A húsvét hétfő második nap, és ha így számolunk tovább, és azt mondjuk, hogy 50. nap, akkor az a pünköst, mert a pünköst szó jelentése éppen az, 50. nap. És az 50. napon Isten nem újabb kőtáblákat adott az ő népének, ugye most már az új szövetségben élünk, ahol nagyobb az áldás, mint az Ószövetség alatt. Az 50. napon Isten a Szent Lelkét küldte el, aki a szívünk táblájára írja az ő akaratát, aki segít nekünk abban, hogy minden élethelyzetben ismerjük fel az Isten akaratát, hogy azt tehessük meg. Kedves testvérim, ha nem figyelünk a kisgyerekre, hanem az igényhirdetőre, akkor nem is fog zavarni. Húsvét és pünköst között vagyunk. Húsvétkor arra összpontosulunk, hogy mit tett az Úr Jézus értünk. És most a húsvét és a pünköst között azon kellene elgondolkodni, hogy de mit vár el tőlünk az Úr Jézus. És ő milyen segítséget ad ahhoz, hogy azt meg is tudjuk tenni. 50 napot kapunk, hogy végig gondoljuk, amit az Úr Jézus tett
az mit jelent nekünk személyesen? Milyen áldás ez a számunkra? És milyen feladat ez a számunkra? Kedves testvéreim, húsvétkor az Úr Jézus a Golgotai kereszten megszerezte nekünk a bűnbocsánatot és az örök életet. Ugye ez a húsvét üzenete. De sokszor elfelejtjük hozzátenni, hogy erre a kettőre, erre a két dologra az Úr Jézusnak nem volt szüksége. Ő nem követett el sohasem bűnt. És ő az élet fejedelme. Az élet forrása. Amit megszerzett az Úr Jézus, nem magának szerezte, hanem nekünk. De mégiscsak ő szerezte meg. Jogosan az övé mind a kettő, a bűnbocsánat és az örök élet. De hogyan lesz a miénk? Mert ugye nekünk van rá szükségünk. És erre az egyszerű válasz az, hogy hit által. Csak azt jól kell megérteni. A Bibliában a hit nem jelenti azt, hogy valamit gondolok valakiről, vagy valamiről. Ugyan mi azt mondjuk, hogy hát azt hiszem, becsuktam az ajtót, mielőtt eljöttem a templomba. A Bibliában a hit szó azt jelenti, hogy valaki szól hozzám, és én azzal az illetővel szívből azonosulok. Megszólít engem az Isten, és én áment mondok, magyarul igent mondok az ő szavára. Neki igaza van, amikor bármit mond nekem, és nekem az a dolgom, hogy elfogadjam az ő szavát, és megtegyem azt, amit ő kér, és kíván tőlem, mert abból lesz az áldás. Ez a hit a Bibliában. Hinni Istenben azt jelenti hallgatni Istenre teljes szívből. Vagy, amikor az Úr Jézusról beszélünk, Krisztusban hinni nem más, mint Krisztust követni. Összekötni a teljes életemet, a teljes sorsomat az övével. És amikor azt megteszem, akkor minden, ami az övé, az enyém is lesz. Ezért mondjuk azt, hogy hit által kapjuk a bűnbocsánatot és az örök életet. De hát, ha Krisztusban hinni ugyanaz, mint Krisztust követni, akkor az azt is jelenti, hogy nem kaphatom meg a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök életet elköteleződés nélkül. Csak úgy kapom meg a bűnbocsánatot és az örök életet, hogy egyben kész vagyok azon az úton járni, amelyen az Úr Jézus is járt. Vállalni azt az élet szemléletet, amit az Úr Jézus tanúsított. És abban a legfontosabb az volt, hogy az Úr Jézus elvégezte mindazt, amit az Atya rábízott. Ő önmagát adta a halálba. Főpap volt, de ugyanakkor áldozat is. Önmagát áldozta föl, értünk. Önmagát adta a halálba, hogy a halál haljon meg az ő halálába.
És ez a megváltó munka az Úr Jézusé volt. Azt senki nem tudta megtenni, és senki nem tudja megtenni. De amikor követjük az Úr Jézust, akkor nekünk is van feladatunk, nekünk is van dolgunk, ránk is bíz valamit az Úr Jézus. Hogy a többi hívővel együtt jelenítsük meg az Isten országát. A gyakorlatba ültessük át azt, amit az Úr Jézus megmutatott egyes egyedül 2000 évvel ezelőtt. Éljük azt az életet, amiben áldás van. Ez a feladatunk. És ezt foglalja össze Pál apostol ezekben a szavakban. Hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hogy amikor mi azt a szót halljuk, hogy áldozat, akkor elsősorban szenvedésre gondolunk. Az az áldozat, aki valami nagyon kellemetlen dolgon megy keresztül. De amikor Pál apostol írja ezt a levelet, akkor az áldozat egy jó dolog is. Az áldozat az 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 állat, amely teljesen az Istené. Persze meg fog halni, de ez dicsőséges feladat. Ezért beszél Pál apostol itt élő áldozatokról. Itt a hangsúly nem azon van, hogy mennyit kell szenvednünk, amikor az Úr Jézust követjük. Itt a hangsúly azon van, hogy aki követi az Úr Jézust, az egészen az Istené. És ez egy jó dolog. Élő áldozatként kellene élnünk a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, magunkat teljesen odaadva az Istennek, elfogadva azt, amit ő kér és kíván tőlünk, mert abból fakadnak az áldások, semmi másból. Viszont ez egy nehéz dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog, elsősorban akkor, amikor tudjuk és látjuk, hogy körülöttünk az emberek nem így gondolkodnak, és nem így élnek. Ezt tudja az apostol is, ezért hozzáteszi ezt, és ne igazodjatok e világhoz. Az igazodás, ugye, az azt jelenti, hogy alkalmazkodom. Olyan formát veszek fel, hogy ne tűnjek ki a többiek közül. Ez egy veszélyes dolog a hívő ember számára. Ezért figyelmeztetésként írja ezt nekünk az apostol. Nem vagyunk titkos ügynökök, akik elvegyülnek a társaságba, csak megfigyelik, hogy mi történik, és beszámolnak arról a főnöknek. Ugye ilyen a titkos ügynök. Neki az a dolga,
hogy ne keltsen feltűnést. De hát a világ abban egy, ami nem tetszik az Istennek. A világ a bűnben egy. Bármilyen sokszínű tűnhet a világ, bármilyen sokszínű tűnhet a gondolkodás körülöttünk, egy dologban szinte mindenki egyetért. Senki se legyen túlságosan szent. Senki se legyen bűn nélkül, mert ez irritál. Mindent elbír a világ, mindent elnéz a világ, csak egy dolgot nem. Amikor valaki azt mondja, gyerekek, ez nem helyes. Gyerekek, ebből nem lesz áldás. Ezt nem szereti a világ, amikor valaki rámutat a fájó pontra, a hibára, a bűnre. Ezért nem szabad elvegyülni a világba. Ezért nem szabad alkalmazkodni a világhoz. Hogy az alkalmazkodás nem az, hogy hát akkor a hívő ember is követte a bűnt. Nem arról beszélek. Az alkalmazkodás az az, hogy nem mutatom meg, hogy nekem nem tetszik a bűn. Elmegyek mellette. Nem teszem szóvá. Vagy ha valahol valami történik, amiről tudom, hogy az nem tetszik az Isten, nem tetszik az Istennek. De engem meghívtak, hát akkor megyek. Ha meghívtak, megyek, mert mit mondanának, ha nem megyek el? Ez az igazodás a világhoz. Hogy fontosabb nekem az, amit a szomszéd, amit a rokon mondana, mint az, amit az Isten mondana. És ezért ez is igazából vétek a hit ellen. Hogy ezért kezdtem úgy, hogy a Bibliában a hit az azt jelenti, hogy Isten megszólít engem. Isten felszólít engem valamire, és én azt mondom, igen, Uram, neked van igazod. Ezért igyekszem ezt megtenni. De amikor súlyosabb a falu szava, amikor súlyosabb a szomszéd szava, amikor súlyosabb a család szava, mint az Isten szava, akkor bajba vagyunk, testvéreim. Akkor titkos ügynökök akarunk lenni. Akkor olyan lámpás akarunk lenni, aki a véka alatt érzi jól magát. Hát az baj. Azt mondja, azt írja az apostol, ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Az alkalmazkodás helyett a világhoz való alkalmazkodás azt kellene megtenni. Megújulni belsőleg. Egyre inkább az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá válni. Nem a világhoz hasonlítani. Na, akkor így mondom. Ugye ez a Szentléleknek a munkája, aki farag rajtunk, aki rámutat a helytelen dolgokra az életünkbe, hogy azokat megjavíthassuk. Aki rámutat a helyes dolgokra az életünkbe, hogy ezekért
hálát adhassunk az Istennek. Megújulni kellene bensőleg. És Pál apostol direkt használja ezt a szót, hogy megújulás. Mert ez a szó azt jelenti, hogy ami volt, az elromlott. Elromlott, mert nem működik jól. Meg kellene javítatni. Mert ugye rólam van szó. Én vagyok a hibás. Bennem van a hiba, ezért önmagamat nem tudom megjavítani, mert a szemem is rossz, az érzelmi világom is rossz, az értelmem is rossz. Nem tudom, hogy mit kellene javítani, azt se tudom, hogyan. De van egy Uram, van egy Istenem, aki tudja, aki mondja, és aki szívesen segít. Aki szeretne engem javítani. Aki azért küldte el a Szent Lelket, hogy kijavítsa mindazt bennem, ami hibás, ami rossz. Ez a Szentlélek munkája. És ugye a Szentlélek az igével párhuzamosan dolgozik. Ott dolgozik a Szentlélek, ahol Isten igéje szól. Ott munkálkodik a Szentlélek, ahol valaki magához veszi az Isten igéjét, mint lelki táplálékot. Ez a benső megújulás az úgy működik, hogy előveszem az Isten igéjét rendszeresen, próbálom megérteni, és utána próbálom megtenni azt, amit Isten tőlem kér. Nem mindig sikerül, de amikor próbálom a gyakorlatba átültetni azt, amit megértettem az Isten igényéből, akkor lesz mondani valóm az Isten számára. Akkor elég gyorsan rá jövök arra, hogy rászorulok az Isten segítségére. Az Isten szól hozzám az ő igényen keresztül, én próbálom azt megtenni, és utána kiabálok, kiálltok az Úrhoz. Imádságban, Isten segíts! Aztán az igényen keresztül ő újra szól hozzám. Vigasztalást vagy bátorítást ad. És új erőt kapok, hogy újra próbáljon megtenni az ő akaratát, és újra lesz miről beszélnem az Úrral. Így indul be a körforgás. Olyan, mint egy motor. Három pont van. Három kapcsolási pont van. És ha mind a hármon van kontaktus, akkor megy a motor. Ige, élet, ima. Így dolgozik rajtunk az Isten, hogy külön-külön is, egyre jobban nem e világhoz, hanem az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóval váljunk. És összefogva egymással, a gyülekezetben meg tudjuk jeleníteni az Isten országát közöttünk. És úgy is, hogy aki még nem ismeri az Úr Jézust, meglássa a hívők közti életből, hogy lehet másként élni, lehet áldást tapasztalni, lehet kibírni akár a legrosszabb szenvedést is. Az Isten közelségében, a hívők társaságában
ahol hordozunk egymás terhét, ahol építjük egymást szeretetben, hitben, reménységben. A húsvét miatt tele lehet a szívünk örömmel és hálával azért, amit az Úr Jézus tett értünk. És a pünkösdre készülve most meg lehet fontolni, milyen nagy nyereség van abban, hogyha Krisztushoz tartozunk. Mind a jelenlegi életben, mind a halálunkban, mind a feltámadásban. Milyen jó az Úr Jézussal élni. Milyen jó a mindennapi életben megtapasztalni az ő segítségét, és meglátni a saját életünkben, és a gyülekezeti életben, hogy ahol az Isten munkálkodik, ott növekszik a szeretet, a reménység. Ott ki lehet bírni az életet, mert teljesen más minőséget kap. 50 napunk van, hogy ezt megfontoljuk. És utána van egy kijelölt nap, a pünkös napja, amikor újra, teljes szívből, teljes örömmel, teljes hálával, az összes hívő testvérünkkel együtt újra igent mondhatunk az Istenre. A pünkös napja az, amikor felújíthatjuk és megújíthatjuk az igenünket. Amikor közösen úrvacsorát veszünk. A húsvét arról szól, hogy mit tett értünk az Úr Jézus. A pünkösd arról szól, hogy nagy örömmel és hálából mi önmagunkat először vagy újra teljesen őre bízunk. Mert így jó. Mert csak így jó. Amen.